Tisztelt tévénézők! Mindenik embernek a lelkébe dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek. Nótás jókedvvel, nagy tisztelettel és sok szeretettel üdvözlöm a tévénézők minden egyes tagját a Katalin Televízió Magyar Nóta első különkiadásába, ami szeretne lenni egy újabb fénysugár a lelketekben. Nem ez célunk, hogy veletek együtt közösen ápoljuk a magyar kultúrát, őseink hagyományát, hogy a műfajok a jövőben is tovább virágozzanak. A zene szeretete kicsikorom óta megvan, mint ahogy látjátok, itt a hegedű, amin a kedves férjem hegedült, drága jó apám, szüleim, nótás jó kedvüket örököltem, ezért indítottam az oldalon is ezt a magyar nota csoportot, és szeretném, és kell, hogy átadjuk mi, ami bennünk van, másoknak is, hogy másoknak is, hogy tovább ápoljuk az örökségünket. Magyarnak lenni jó dolog. Magyarul érezni, nagyon szép érzés. Hadd folytassam az alábbi Petőfi vers idézettel. Szülőföldömen. Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha Dajkán dalával von tele. Most is hallom-e dalt, elhangzott bár, cserebogár, sárga cserebogár. Mint nyugtalan madár az ágakon, helyről helyre röpköd gondolatom. Szedegeti a sok szép emléket, mint a méh a virágról a mézet. Minden régi kedves helyet bejár, cserebogár, sárga cserebogár. Zene nélkül élni nem lehet, de érdemes, állította Kodály Zoltán. És most mielőtt bekonfederálnám a következő dalt, még elmondanám, hogy a cserebogár, sárga cserebogár, kezdetű szöveggel elterjedt cserebogár nótának is nevezett népies műdal, a 19. század egyik legnépszerűbb dala. Akkoriban, ha a cserebogár nótáról beszéltek, alatta rendszerint az első két kotta példában olvasható szöveg és dallam valamelyik variánsát értették. Szóljon hát Németh Marika és Sárdi János előadásában a cserebogár, sárga cserebogár.